Az NB1 alsóházi rangadóján az Eger a Nekát fogadta a férfi kézilabda NB1-ben. Az egriek az első fél időben néha egy, olykor három góllal is vezettek riválisukkal szemben. A balatonboglári fiatalok csak a játékrész közepén vették át az előnyt néhány perc erejéig. A fél időben 17-15-re vezető házigazdák a második játékrészben 20 percen keresztül tartották a két-három gólos előnyüket, azonban az utolsó 10 percnek döntetlennel vágtak neki a felek. Az egriek rendre megszerezték a vezetést, a vendégeknek azonban mindig volt válaszuk, leszámítva Arzenics 4 másodperccel a vége előtt esett gólját, amellyel 34-33-ra győzött az Eger. A vendégek edzője, Sótonyi László szerint van még tartalék fiatal játékosaiban. Az egriek a hétvégén a Ferencvároshoz látogatnak, majd november 2-án a közvetlen rivális Komlót fogadják.